Úgy sziasztok, a nevem Jeriko, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tanbemutató, amely kiszemelt áldozat nem más, mint a legenda, a Tier 8-as kínai Type 59-es, ez egy Tier Limites Medium Tank. Nos, lássuk a pályát, Sand River, 9-es tier, ugye itt értem a tier limitességet, hogy ez 10-es tankot nem lát. Kire kell odafigyelni? Egyértelmű, hogy az artira, meg egyéb mobilis tankokra, mint a Charioteer. Ugye most van itt 4 darab TD, őrájuk is, Comet, ami még gyors, T-34, 3-as Black, őrá is talán, bár az ágyúja nem veszélyes, mert az az ágyúval elég nehezen fog eltalálni. KPZ 50T, na ő még az, aki gyorsan haza tud vágni. A szakasztársam Csiri és Andris, el is indítjuk a csatát. 56 kilométerre képes hasítani, viszont hatalmas talajellenállása van, így elég nehezen gyorsul fel, viszont ha ezt eléri, onnantól kezdve nincs probléma vele. Nagyon jó test és toronyforgása van, tehát ha egy light rád esik, onnantól kezdve őt is le tudott forogni. Helyben, tehát nem körben, hanem helyben. Helyben forgása nagyon veszélyes. 1300 HP-nk van, ami azt mondom, hogy így, hogy tier limites, csak 9-eseket lát, vígan be lehet osztogatni. 100 mm-es frontunk van, jól meg van szögelve, imád ramolni, tehát neki kell menni az ellenfélnek és jól leramolni. Ha olyan a szituáció, akkor pedig szorosan ráhúzódni és a toronyra bízni magad. Adott nekünk egy 200 mm-es gömbölyített torony, ami brutális, nagyon sokat tud pattintani, igazi kis pofoszkodós gép. 380 méteres látótávunk van, ugye 100%-os legénységnél, ez pótellátmánnyal, azt ki le kell, még lehet fokozni. KPZ 50-t, ha ő rá nem fogunk ráesni, egy az, mert mögötte ott a domb, onnan a TD-k tudnak lőni, mint emlékeztek, van vagy 4 TD, úgyhogy oda nem fogunk kimenni, egyébként is a KPZ simán megenne azzal a lőszersebességgel. Az ágyunk 0,39 100 méteren, ez brutálisan rossz érték, viszont ha be vagy szűkülve, akkor tud pontos lenni, főleg ha a prémium lőszert használod, ugye az az APC-re, az száll jól. A szűkülésünk viszont 2,9, rosszabb, mint egy orosz ágyújé, úgyhogy arra várni kell, ha ezt nem várod ne, akkor onnantól kezdve nem fogsz eltalálni senkit. Erre nagyon allergiás a gép, kapáslövéseket megfelejtsd el. Érkezik itt egy Patriot. Én a Patriotot úgy vettem észre, hogy ez kaphatott valami armor bruffot, mert eléggé combosnak tűnik. Legalábbis régebben könnyebben be lehetett ütögetni. Érkezik a Comet, én a Cometet lövöm, mivel elég puha testű. Ugye, amiért én még a prém lőszert használom, azért, mert APC-en is gyorsan száll, és ez hatalmas nagy előnye ennek a tanknak. Megvan az első, kiszedtük a Cometet, Patriot próbál belődözni, mint láthatjátok, szögelem a tankot, húzom előre hátra, hogy a front dolgozzon, és egyedül csak a trackemet tudja, de az viszont megeszi a lövést. Én viszont rálátok az alsó lemezőre, és simán be tudom ütögetni. Fel is adta, inkább a kollégát lődözi, így tudom lőni. Jó, fentről kiszedték. 6 bevitt, 1 kill, és megyünk tovább. Még mindig nem esünk rá a KPZ-re, mivel mögötte support lehet, meg ebből a magasságból, tehát akkora gun depünk nincs, hogy csak úgy lehajoljunk és meglőjük, hanem egy kicsit oldalt kellene ráesni. Viszont még mindig tartok mögötte a TD domtól, viszont kollégáik ráesnek, akkor nekem is be kell segíteni. Félszemmel figyelem, hátulról nem előnek. Jó, kapott egy 248-at, mint mondtam, imádja a ramot. Már is pajzsként használom a hullát, ugye ott egy Charioteer. Nem maradhatunk itt, mert ott végigülhetnek fent. 4 darab TD-ről beszélünk, ha itt maradok, kicsinálnak. Vissza kell vonulni és át kell értékelni a helyzetet. Mint mondtam, 2,9-es szűkülésünk van, ami nagyon rossz. 181 mm arapátütésünk van, ami nagyon kevés, úgyhogy így is úgy is az APC-ért, a prémium lőszert kell használni, annak se sok, 241 mm, és így operálunk 250-es alfával, viszont a töltésidőnk 8,7%-os legénységnél, ezt ilyen 6,7-re le tudod vinni, úgyhogy eléggé kicsi az alfánk, hosszú a töltésidőnk, nagyon brutálisan hosszú a célzásidőnk. ST Emil kapott egy 270-est,
Ha be vagy szűkve, nincs gond, viszont azt be kell várni. Két éjszakával ezelőtt vettem elő a tankot. Az igazsághoz hozzátartozik, régóta a garázsomban van. Annak idején, mikor akciósan valamilyen behúztam, mentem el 2-3 csatát, és nagyon nem nyerte el a tetszésemet, úgyhogy le is tettem. Most két éjszakával ezelőtt újra elővettem, elkezdtem vele játszani. Hát az első este után én nem szoktam ilyenekre gondolni, de arra gondoltam, hogy hát ezt a tankot én el fogom adni, vagy becserélni, vagy könyvespolcot csináltatok belőle. Viszont második éjszakára történt valami, hozzászoktam az ágyúhoz. Hozzászoktam ehhez a lőszersebességhez, ehhez a szűküléshez, ehhez a toronyhoz. A torony, mint mondtam, brutális, igazi jó kis pofoszkodós. Mint láthatjátok, kiálltam, szűkülök, ez mind az, tehát ezt mind azt várom. És még így is mellé mixeltem szegénynek, de mindegy, kiszedték. Nincs gond, 13 bevitt, 2 kill, megyünk tovább, T32-es éppen takarásban. Tehát, mint mondtam, nagyon nem akartam vele összebarátkozni, de például van a T34-3-as, ugye, amit most lehet nyerni, majd erre a videó végén visszatérek. Annyi különbség van ez között, meg az között, hogy ennek a prémium lőszere APC-re, és ez hatalmas nagy előnyt ad ennek a tanknak, mert gyors és pontos, ha be vagy szűkülve. Viszont a T34-3-asnak, a Black verziónak, meg magának a simának is, ugye a prémium lőszere hit, felejtsd el, az brutálisan rossz, lassú, bűnrossz, de majd mondom, visszatérünk rá. Hát kés, ugye mivel APC-re lövünk, az végig az oldala minden el fogja nyelni, így próbálom torony oldalt belőni ebből a szögből, vagy hátul a motor résznek a felső részét eltalálni, sikerült is 250. Tehát ezt, mikor ezt a heavy-t, ezt a 9-eset meglátjátok, azt ne próbáljátok oldal primmel meg ilyenekkel APC-re előni, mert nem fogjátok be ütni, megeszi. Nos, T32, nem sok HP-nk maradt, 560, kapott egy 255-öt, nagyon jó. Tornyon lőtték, még egyet megpróbálok, oda próbálom trekkelni, de nem sikerült, 259. RNG most velem van, mondjuk annyira nem halmoz el, de 235, pontosan erről beszéltem, mikor 250-es az alfám. Nem sok HP maradt, és kilőtték a sofőrömet, ha jól látom. Mindegy, azt meg tudom majd javítani. Viszont megvárom, hogy leessen rólam a spot, mert valaki onnan fentről meglőtt, és eléggé nagy ágyúja lehetett. Bocsánat, hogy nem javítom, ez az, sikerült, megjavítottam. Tehát, mit tudunk? Adott egy viszonylag jó mobilitású, kicsit lassan gyorsuló medünk, ami TL limites. Egy brutálisan jó verekedős torony és front. Ha a prémium lőszert használod, egy iszonyatosan jól szálló lövedék. Bár, valljuk be őszintén, hogy gyenge pontra célozni kell még a prémium lőszerrel is, mert a 241 mm azért annyira nem jó. Oda próbáltam trekkelni az E75-öt, hát ha meglövik kis assziszt, sosem át. Viszont húzzák a keppet, de a kollégáik vissza húzták. Itt sikerült beütnem alsó lemezen, úgyhogy még próbálgatom. Nem lát, úgyhogy jó. Itt megbizonyosodtam arról, hogy már csak két tank van, úgyhogy a keppet nem fogják behúzni. Úgyhogy a nagy HP és E75 lesz a célpont. Mint mondtam, nagyon jó mobilitásunk van, látótávunkkal sincs baj, az ágyú az, ami ez a szűküléshez hozzá kell szoknod, tehát ez sem egy olyan tank, amit beviszel, és akkor csak így leszorzolod, vagy futsz vele két csatát, és akkor cserélgeted. Sajnos ehhez az ágyúhoz és ehhez a, ennek a játékstílusához hozzá kell szokni, úgyhogy ha a Type 59-el próbálnál játszani, akkor mindenféleképpen szánd rá az estét. Onnantól kezdve 2-3 csata után eléggé hatékony leszel. Mint mondtam, régóta a garázsban van, én nem használtam, most elővettem, és majd erre is visszatérünk, hogy mik a tapasztalataim. Hát itt átjöttem a kepp körül, itt ki is kerülhettem volna ennyire, az E75 figyelhetett volna ide is, ez hiba,
erre figyeljetek oda. Nem volt kedvem már, még sebezni szerettem volna. 18 bevitt, 2 kill. Megpróbáljuk az E75-öt. Nagyon buta szögbe áll, nem tudom így beütni. Mégis 271. Torony oldalt elsikerült csípnem, viszont itt már végképp a lövegpajzs erre felé áll, és ne, azt nem fogom ezzel az átütéssel ekkora távolságból ugye veszít is átütni. Nos, Type 59, Tier Limites, kínai Tier 8-as med. Menjünk vissza a garázsba, nézzük meg, mit alkottunk, utána összegzünk, vagy összegezünk. Azt mondja, hogy prémlőszerre haigálózom, pótelepmányt használok, mivel kell, nagyon igényli. Így kerestem 18541-et, ugye ennek a tanknak azt nem mondtam, de emelt 57%-os kreditszorzója van. Tehát régen azért szerették nagyon, viszont bűnt rossz például itt a konzolon az ágyú. PC-n úgy emlékszem, hogy annak idején kapott buffot, hogy használhatóbb legyen, ide nem ért el, itt valahogy a végé úgy van vele szerintem, hogy ez még az ősidőkben bejött, mint ilyen limites tank, eladtak belőle amennyit lehetett, utána lebutították, és innentől kezdve a végének nem érdeke, hogy ezt egy kicsit felzárkóztassa az új generációs medekhez, főleg, hogy ilyen limites. Úgyhogy ez valószínűleg a jövőben is ilyen marad. Tehát 18541 kreditet kerestem, 6722 XP. Kettő darab killen volt, 4500-at pötyögtem össze ezzel a 230-240-es sebzésekkel, a közel 7-szekkes töltéssel és ezzel az ágyúval. Három felderítés, 1662 assist, ez köszönhető annak, hogy ugye az APCR jól száll, és elég sok tankot oda tudok trackelni. Tehát nincs ideje visszahúzni. Nagyon jó összes sebesség. 240 blokkoltunk. Azt mondja, hogy Hand of God, hát ez nem tudom, ez valami szerencse, mindegy, nem tudom, mit jelent. Túlél és nyer csatába. Na mindegy, erre majd visszatérünk. Dualist, Master Gunner, Fire for Effect. Zúzó, spotter, tankmester. Két este használom a tankot, és már 78,47%-ra felrántottam. Mint mondtam, az első este nagyon. Nem mondom, hogy nem mentem jó csatát, de több volt a levegőbe lövés, mint a találat. Ott nagyon szitkozottam, ott nagyon átfutott minden a fejemen, hogy ez a tank, ez... És utána valahogy mondom, összeszoktunk, ez nem egy cserélgetős tank, ez, ha ezzel játszol, akkor ezzel játszol. Ugye tier limites, semmi gond, nem látsz tízest, viszont ez az ágyúhoz hozzá kell szokni. Nos, hozzászoktam, így 78,47-re fel is rántottam, ugye meg lett az első gámmárk is, és majd lassan a második is. 5000-6100 kombinátat toltam össze ezzel a kis megymagköpködő, hosszú töltésű, hosszú szűkülésű meddel. Kamikáze, ugye itt ramoltam. Konfederét, csapatmunka. Azt mondom, hogy a Type 59 ott van, ahol kell, Tier 9-ben is. Mint 6100 kombináltal, szerintem két killel vígan jó, ugye emlékeztek 1300 HP-val rendelkezik, akkor 2600-at illő két killel kiszedni, hát azt mondom, hogy így vígan ott van a szeren. Hát volt egy pár nullásunk is sajnos. Enemébe se vitték túlzásba. Tehát, a legenda. Az igaz, hogy nagyon rossz értékekkel bír, de... Ha rászánod az időt és az estét, onnantól kezdve érdekes meglepetések várnak, mert valahogy mégis rá tudsz érezni erre a tankra. És mint mondtam, kiemelt kredit hozama van, viszont ez kell is, mert prémium lőszerre haigálózol, ahhoz, hogy hatékony legyél, legalábbis, hogy nagyon hatékony legyél, plusz pótellátmány, úgyhogy kell, hogy valami ki
kihozza ugye ezeknek a plusz költségnek az árát. Adott nekünk ugye nagyon jó torony, jó látótáv. Az ágyúhoz, ha hozzászoksz, onnantól kezdve lehet vele aprítani. Úgyhogy most mit mondjak, hogy a Type 59 egy jó tank, ezt az értékeket látva nem merném mondani. De így, hogy már harmadik este vele játszom, az én véleményem például pozitív vele. Nehéz vele játszani, de ha hozzászoksz, olyan könnyednek tűnik. Hozzászoksz ehhez a bitang hosszú szűküléshez. Eléggé dolgos tank, tehát mivel ilyen kicsi alfával büntet, meg ilyen hosszú töltésideje van, elég sokat kell ahhoz lőni, mint láthatjátok, 18 bevittem volt. Azt azért úgy csatába így bevinni, hogy át is üss, meg ne pattanj, meg ne lőj mellé, az úgy eléggé macerás dolog. Na mindegy, nekem tetszik a Type 59-es, fogok is vele még játszani, elég sokat, megpróbálom le 3 gámmárkozni, tetszik az ágyúsüllyedése, tetszik ez a kis pofoszkodása, meg az, hogy TL limites, de csöpet nem könnyű vele játszani, de nem rossz vele játszani, tehát maradjunk ennyibe. Térjünk vissza, kaptam pár levelet, hogy ugye most van a fekete tankok akció, vagy event, hogy melyiket válasszuk. Hát ezt több szempontból lehet nézni, lehet árból nézni, mint például én, hogy melyik kerül többe. Ugye lehet a CDC-t, az STA-2-t, meg a T-34-3-at, ha jól emlékszem. Ezeket lehet nyerni. Ugye a T-34-3 az, amelyik a legdrágább. 5000 golddal többe kerül, mint a másik kettő. Úgyhogy nálam ez volt a szempont, hogy melyik kerül többe, mert én mondjuk a CDC-t választottam volna. Itt ugye jöhet a kérdés, hogy hát te melyiket akartad választani? Hát én a CDC-t mindenféleképpen meg is mondom. Miért? Azért, mert a prémium lőszere APCR. És bocsika, csak keresgetem a tankot. Meg akartam nézni, és médium. T-34-3. Oké. Okay. Fú, tehát ez 5000-rel többe kerül, 5000 golddal, és úgy voltam vele, hogy itt a CDC nekünk, én azt választottam volna mindenféleképpen, mivel a prémium lőszer ugye APCR, nagyon jó a szám, nagyon mobilis, nagyon jó gándepje van, iszonyatosan jó pontos ágyúja van, úgyhogy a fekete tankok közül én a franciát választottam volna, de mivel én videózom, és szerettem volna ezt is behúzni, meg azt is, meg amazt is, így egyértelmű, hogy nekem a legdrágábbat kellett megnyernem, ami ingyen van, és amilyen értékei vannak, én alapból meg se vettem volna. Tehát valami brutálisan rossz értékei vannak a T-34-3-nak, viszont a CDC-nk az felkerült 10-esbe. Tehát a CDC-vel annyi a probléma, hogy az nem TL limites. Az STA-2 TL limites, a T-34-3-as TL limites, a CDC viszont nem. Viszont a leghatékonyabb vagy közülük a CDC, mivel adott egy 2.12 alapátütés, és mint mondtam, a 2.59-es a prémlőszere, ami APCR, nagyon jó száll, és mondom, azzal igazán ki lehet dombozni, meg az jó mobilis, jó pontos ágyú, masszív. Az STA-2 is eléggé hatékony tank, és utoljára tenném ugye a T-34-3-asat, mivel szerintem az a legrosszabb. STA, pillanat, kikeresem. Nem akarok hülyeséget mondani, ezért inkább kikeresem. Így van. Tehát
Jó, van még mobilisnak, azt mondom, hogy mobilis volna, bár itt ez az 50 kilométer, ez kamu, mert nagyon lassan lassul. Ugye én már megnyertem és kiválasztottam. Mentem bele jó csatát, de nagyon csapat igényes, ami viszont nincs innentől kezdve nem túl hatékony. Tehát mentem bele ilyen négyező sebzéseket, de nagyon sokat mellé mixel. Nos, viszont ilyen limites. Hasonló, mint a Type 59. Viszont 0,46, emlékeztek a Type 59-re? 0,39, ennek 0,46. Tehát majd, hogy egy arti pontosabb, ha a cső nézett be elő valakit, arti. Úgyhogy, és az érződik az a pontatlanság, mert ha be vagy szűkülve is, ami nem kevés, megint csak 3,4. A T34 3-asnak 3,4 a szűkülése, évezred. Mire összeszűkül, és abból is, ha nem várod be, kész, elmixelt. Ha viszont bevártad, és távolra lősz, ott előugrik a 0,46 pontosság, és akkor is tud mixelni. Úgyhogy, és ez mellett még 13,4 szekkes töltés ideje van. És ugyanúgy csak 250 mm-es a prém lőszere, ami hit. Cefet lassú. Mind a két lőszere. Úgyhogy igaz, hogy 390-es alfa, de felejtsd már el. Tehát ez, na, mindegy, ha az én véleményemre vagytok kíváncsiak, a T34 3-ast én nem húznám be, mert azért választotok tankot, egy vagy legénység véget. Viszont ezen az ágon milyen legénységet akartok húzni? Semmilyet. Az STA 2-t, ugye a Sensit meg lehetett nyerni, úgyhogy az STA 2 Black-et azt el is lehet így felejteni. Én mindenféleképpen a franciát választanám, igaz, hogy ez nem TL limites, de elsőnek nálam a francia játszik, második az STA 2, és a harmadik, sőt, a 20. a T34 3-as. De én azt húztam be, mert én ezt soha nem venném meg. És akkor így bekerül, én majd megveszem a franciát. Úgyhogy a véleményem az, hogy ez így ekkora értékekkel, hát mondom, 0,46, 3,4, hát ez felejtős, az felejtsétek el. CDC vagy az STA 2, a ti limites akarsz STA 2, ha az nem szempont, mondjuk van egy csomó ilyen limitesed, akkor viszont a CDC-t, mert azzal legalább élvezett a játék. Igaz, hogy ez felmegy 10-be, de hát Isten, melyik nem? Hát, ha egyszer bekerül a plusz egy, mínusz egy, és akkor már el is vesztette a ilyen limites az értékét. Mert ugye nem véletlen vagyunk már a harmadik teszten túl. Na mindegy. Ez volt az én véleményem a fekete tankokról. Mint mondtam, ha így is úgy is megvennéd a többit, meg gyűjtöd a fekete tankot, vagy akármi, vagy videózol, vagy teljesen mindegy, akkor egyértelmű, hogy a T34 3-at, mivel azért soha nem adnál ki pénzt, meg ugye ez 5000-re drágább, mint a másik kettő, mármint 5000 golddal. De, mint mondtam, én a franciát vinném mindenféleképpen. Sensi megvan, én nem ácsingozok az STA 2 Blackre, viszont a francia CDC-re igen, mert még soha nem játszottam vele, pont úgy, mint a Type 59-esre, de ez viszont nehéz vele játszani, de ennek tetszik az ágyúja. Nos, ez lett volna a legenda bemutatkozó videója. Biztos fogtok róla még látni, mivel le akarom 3G márkozni. Nagyon nehéz, de ha összeszoktok, akkor annyira rossz, hogy már jó. Maradjunk ennyibe. Nekem tetszik. Ahhoz képest, hogy az első este el akartam adni, szerintem brutál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk valamilyen formába. Jerikó voltam, sziasztok!